Több mint 1000 elsőst várnak. Jövő héten kezdődnek a beiratkozások. Ünnepi díszelőadás. A Nemzet színészét köszöntötték a Csokonai Teátrumban. Érkezik a Kecskemét, győzelemmel közelítene a Loki a dobogóhoz. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradó április 12-én pénteken. Már is mondjuk a friss híreket. Több mint 1000 leendő első osztályos beiratkozására számít jövő héten a Debreceni Tankerületi Központ. A fenntartó ma tartott értekezletet a beiskolázással kapcsolatban a 30 érintett általános iskola igazgatóinak. A személyes beiratkozásra április 18-án és 19-én lesz lehetőség. Frissítő tornával indították a reggelt tantermükben az elsősök a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A kicsik láthatóan jól érezték magukat az iskolapadban. Azért szeretem az iskolát, mert sok osztálytársam van, sokat tanulunk és sokat játszunk. A Debreceni Tankerületi Központ az év egyik legfontosabb eseményéről, a beiskolázásról tartott értekezletet az általános iskolai igazgatók számára. A beiratkozás ugyanis jövő héten, április 18-án és 19-én lesz. A szülők 30 tankerületi fenntartású iskola közül választhatnak. Személyesen kell elmenni abba az intézménybe, ahol első helyen megjelölte azt az intézményt, ahová szeretné, hogy a gyermeke járjon. A létszámok tekintetében ugye 1000-1200 közötti az a létszám, amelyre várunk, akik beiratkoznak. A beiratkozás után a létszámok függvényében hozza meg majd a fenntartó a döntést, hogy a következő tanévben hány elsős osztály induljon az adott intézményben. Minden intézmény izgatottan várja, hogy hány szülő tiszteli meg a bizalmával, és hányan iratják gyermekeiket hozzá. Ez a folyamat már a tanév elején elkezdődik. Minden intézmény változatos programokat szervez, nyílt napokat, bemutatókat, játékos foglalkozásokat, amelyeken keresztül szeretnék megismertetni az intézményt, és ezáltal vonzóvá tenni a szülők előtt. A beiskolázás a tanév egyik legfontosabb eseménye. A gyerekek felvételéről később az intézményigazgatók döntenek majd. Új otthonfelújítási programot hirdetett a kormány. A 108 milliárd forintos keretösszegre az 1990 előtt épült családi házak tulajdonosai pályázhatnak. Az elnyert támogatást energetikai korszerűsítésre lehet fordítani. A Nemzetgazdasági Minisztérium mai közlése szerint például a balmazújvárosi, derecskei vagy éppen a püspökladányi járásban élők az átlagjövedelem alapján magasabb támogatási összeget igényelhetnek. Várhatóan 20 ezer családi házat korszerűsítenek hamarosan. A kormány nemrég jelentette be, hogy otthonfelújítási programot indít 108 milliárd forintos keretösszeggel. Az új konstrukció az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítéséhez nyújt segítséget. A pályázóknak 1 millió forint önrészt kell biztosítani. A beruházásokat háromféle forrás finanszírozza majd. Önerő, amit a kedvezményezetteknek kell biztosítani, lesz egy kamatmentes hitel része, és lesz egy visszanemtérítendő támogatás része. A maximális hitellel és támogatással a kormány összesen 6 millió forinttal járul hozzá a családi házak felújításához. A program a külső falak hőszigetelésére, nyílászáró cserére, a használati melegvíz, illetve a fűtésrendszer korszerűsítésére biztosít forrást. A beruházásokkal kapcsolatban elvárás, hogy legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni. Ez már a nyílászárók cseréjével és a külső szigeteléssel teljesíthető. Annak ellenére, hogy az ország szinte minden településén találunk olyan családi házat, vagy ikerházat, ami 1990 előtt épült, a Kelet-Magyarországon élők szerencsésebbek lehetnek abból a szempontból, hogy itt arányaiban több olyan ingatlan található, ami megfelel az otthonfelújítási programban való részvételnek. Ráadásul ezeknek a házaknak a túlnyomó többsége gázfűtéssel rendelkezik, ami szintén előírás. A visszanemtérítendő támogatás összege 2,5-3,5 millió forint között mozoghat, ami az átlagjövedelemtől függ. A debreceni járás ez alapján a középmezőnyben helyezkedik el,
Így itt 3 millió forint lehet a támogatás, és 3 millió forint a hitel. Hajdubiharban több olyan járás is van, ahol az átlagjövedelem nem éri el az országos átlag 75%-át, ott 3,5 millió forint lehet a támogatás, és 2,5 millió a hitel. Például Balmazúj városi járás, ami szintén szerepel a minisztériumnak a közleményében, mint az átlagos jövedelemből, az átlagjövedelem 75%-át el nem érő járás. Ott például jelenleg egy családi ház 405 ezer forintos átlagos négyzetméter áron tud elkelni, ami felújítandó, az 301 ezer forint, tehát több mint a harmadával kevesebbe kerül egy ilyen ingatlan, ami felújítandó. Az otthonfelújítási program hozzávetőleg 130 milliárd forint összegű megrendelés állományt jelent a hazai építőipari alapanyaggyártók és kivitelezők számára. Az ágazat ezzel járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez. A pályázatok június elején nyílhatnak meg. Zenés színi előadások zárták a Magyar Költészet és a Városnapját csütörtök este. Koncert előtt vezett irodalmi est díszelőadását láthatták az érdeklődők a Kölcsei Központban, míg a Csokonai Teátrumban a Pál utcai fiúk című musical előadása után Csikós Sándort, a Nemzet színészét köszöntötte a színház igazgatója, a város polgármestere és a teátrum közönsége. Minden érdekelni fog! Isten önnel! Őszinte barátja, Petőfi Sándor! Arany János és Petőfi Sándor levelezésére épült a koncertszínházi díszelőadás. Ferenci György és az első Pesti Lackák, a Tükrös Zenekar, valamint Krasznai Vilmos és Liber Ágoston végzős színész hallgató elevenítette fel a két fiatal költő életének fontos időszakát a Kölcsei Központban. Teltházas volt a Barátomhoz című zenés irodalmi est, a Magyar Költészet és a Városnapján. A koncertszínházi előadással egy időben a Csokonai Teátrumban a Pál utcai fiúk című musical 99. előadását láthatta a közönség. A Rácz tanárurat alakító Csikós Sándort meglepetés várta az előadás végén. Bekerült egy olyan szűk grémiumba, egy 12 tagot számláló elit alakulatba, elit színész alakulatba, ahova nagyon-nagyon kevesen kerülnek be. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meghatottan, boldogan és mérhetetlenül büszkén mondom el önöknek, Csikós Sándor, a Nemzet színésze. A 82 éves debreceni színész legenda 6 évtized alatt több mint 200 szerepben gazdagította a magyar színművészetet, és teszi ezt ma is. Csikós Sándort, a Nemzet színészét Papp László polgármester is köszöntötte. A legfontosabb, hogy mióta erre a színpadra léptél, vagy általában színpadra léptél, a közönség szeretete töretlen irántad. Én azt kívánom neked, büszke debreceni polgárként, hogy ez a szeretet ez tartson még nagyon sokáig, és örvendeztess meg bennünket nagyon sok darabban még. Isten éltessen, és szívből gratulálok! A Nemzet színésze a színigazgatótól megkapta a Csokonai Teátrum kulcsát is, ami örökös belépésre jogosítja fel a számos rangos díjjal elismert Csikós Sándort, a város díszpolgárát. Megérkeztek Debrecenbe az ingyenes LED csere programban kiosztandó fényforrások. Ezzel folytatódik a lakossági energiatakarékosságot segítő akció. Ez a kamion hozta ma délelőtt a Kölcsei Központba a 23 ezer LED égőt. Idén azok a civisvárosiak igényelhették a fényforrásokat, akik tavaly ezt nem tették meg. Az előző évben a csaknem 6300 érvényes igénylés után több mint 77 ezer darabot osztottak szét a debrecenieknek. Idén csaknem 2000-en regisztráltak, így az előző körrel együtt már több mint 8000-en vesznek részt a programban. A cserével jelentős megtakarítást lehet elérni. 10 ledes fényforrással napi 4 óra használat mellett éves szinten mintegy 30 ezer forintot lehet megtakarítani. Az izzók átlagára csaknem 2000 forint, melyekre 2 év garanciát vállalnak. A fényforrások kiosztása várhatóan jövő héten kezdődik. Véget ért a Német Nyelv Hete, a harmadik Wunderbar Fesztivál. Az országos zárórendezvény az ide települt cégek kapcsán a német nyelvű országok gazdasági és kulturális jelenlétének erősödésére hívta fel a figyelmet. Németül tanuló debreceni fiatalok nyitották meg a Wunderbar Fesztivál záró rendezvényét ma délután a Kölcsei Központban.
Magyarországon a közoktatási rendszerben mintegy 300 ezer magyar diák tanul németül. Debrecenben szerdán mintegy 800 fiatal vett részt a német karriernapon. Az Ivisvárosban egyre jobban előtérbe kerül a német nyelv és kultúra. Az itt megtelepedett nemzetközi cégek számítanak a németül és angolul beszélő fiatalokra. Paplászló polgármester németül mondott ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, a jelenlévő német, svájci, illetve a német nyelvterületen érdekelt cégek Debrecen számára a jövő egyik legfontosabb perspektívái. Az általuk létrejövő munkahelyteremtő potenciál, a német, svájci vagy osztrák vállalati kultúra helyi megteremtése, a külföldi munkavállalók debreceni beintegrálása mind-mind fontos eleme a Debrecen 2030 stratégiának. Nagy csoportosoknak rendeztek játékos vetélkedőt az újkerti Manófalvi óvodában. A feladatok egy-egy magyar népmeséhez kapcsolódtak, a cél pedig a királylány kiszabadítása volt. Amíg az ovisok versengtek, az óvoda pedagógusok tanácskoztak. 8 óvodából összesen 40 gyerek vett részt a vetélkedőn. Minden intézményből egy-egy csapat érkezett. A változatos feladatok 4 magyar népmese köré épültek, amiket előzetesen már feldolgoztak a gyerekek az oviban. Az ügyességi játékok mellett például egy-egy jelenetet is el kellett játszaniuk a történetekből. A Manófalvi óvodában most először szerveztek olyan vetélkedőt, ahol a népmesék vannak a középpontban. Puskás István alpolgármester szerint az ilyen alkalmak azért fontosak, mert a gyerekek jó élményekkel gazdagodnak. Egy gyönyörű délelőtt folyamán feladatok során fognak majd végigmenni az óvodások, és bízom abban, hogy a nap végén tényleg kiszabadul majd a királylány. Egy olyan történetet élhetnek meg, amiből nagyon sokat fognak tanulni, erősödik a közösségük majd. 50 éve alakult meg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, szolfézs zeneelmélet karvezetés tanszéke. Ennek tiszteletére rendeztek ismét Bárdos szimpóziumot, amely nevét Bárdos Lajos zeneművész kar nagy és zenepedagógusról kapta. A szimpóziumon a zenetanárok bővíthetik ismereteiket, programokon vehetnek részt és megoszthatják egymással szakmai tapasztalataikat is. A Bárdos szimpózium megnyitója délután volt a zeneművészeti kar Liszt termében. Az eseményen többek között kórus hangversenyek, zenepedagógiai előadások és bemutató órák is várják majd az érdeklődőket. A találkozó, amelyen csaknem 100-an vesznek részt, vasárnapig tart. Elsősorban kollégákat várunk az ország minden részéből, sőt a határainkon túlról is, olyanokat, akik zeneiskolában, szakközépiskolában vagy általános iskolában éneket, szolfést, zeneelméletet tanítanak. Kirakodó vásár, Rímfest, családi nap és táncszínházi ősbemutató is szórakoztatja ezen a hétvégén a debrecenieket. Mutatjuk, milyen programokra érdemes ellátogatni. Szombaton Debrecen első sétáló utcájára kitelepülnek az ottani üzletek. A kínálatot gyerekek bolhapiaci kipakolása színesíti, valamint a költészet napjához kapcsolódóan Rímfest is várja a családokat. Ugyancsak szombaton a Szigetkék tematikus parkban ünneplik a 250. Safecross okos zebra átadását. Lesz bűvész show, zenés előadások és ünnepi tortázás is. Vasárnap táncszínházi ősbemutatóval készül a debreceni Hajdú Tánc Együttes. A lélek belső hangját szeretnék üzenetül küldeni a nézők számára, a szeretet és a hagyomány eszközeivel. Újra itthon játszik a DVSC a labdarúgó NB1-ben. A Loki a Kecskemétet fogadja szombaton. A debreceniek javítani akarnak a múlt heti MTK elleni 2-1-es vereség után, amiatt ugyanis 7 pontos hátrányba kerültek a dobogóért folytatott küzdelemben. Megszakította a DVSC 3 meccses veretlenségi szériáját az MTK múlt szombaton. A fővárosi csapat 2-1-re nyert a Nagyerdei stadionban, a szezonban harmadszor is legyőzve a Lokit. A debreceniek a lefújás után percekig csendben ültek az öltözőben, ugyanis előzetesen az MTK és a most következő Kecskemét elleni mérkőzésre is győzelemmel számoltak. Erről beszélt stábunknak Bódi Ádám. Látjuk a tabellát, nézzük azért, hogy ki kivel játszik, ennek ellenére magunkra fókuszálunk. Számolgat ilyenkor az ember, és szeretne minél magasabb pozícióba érni, mi is szeretünk volna odaérni a harmadik helyre. Ez még nem zárja ki azt, hogy nem tudunk odaérni, de most már azért ezzel a vereséggel sajnos nagyon nehéz lesz. A bajnokságból 6 forduló van hátra. Vereségével a Loki az 5. helyre csúszott a tabellán, és hátránya 7 pontra nőtt a dobogós Fehérvárral szemben.
A 9. helyezett Kecskemét ellen ebben a szezonban még nem kapott ki a DVSC. Hazai pályán össze 2-0-ra nyert, idegenben pedig 1-1-es döntetlent ért el. Fizikálisan erős csapat a Kecskemét és az egyik legmagasabb játékos keretű Európában. Nyomás alatt vagyunk a legutóbbi vereség miatt, mivel jobb eredményre számítottunk, de nem értük el. Ahhoz, hogy most eredményesek legyünk, jobban kell kontrollálnunk a teljesítményünket, mert a bajnokság ismét bizonyította, hogy senki ellen nem lehet biztosra menni. A DVSC Kecskemét mérkőzés szombat délután 5 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. 38 gólos győzelmet aratott a magyar női kézilabda válogatott Nagy-Britannia ellen az olimpiai selejtező torna első mérkőzésén csütörtökön. A Kamerun visszalépése miatt az utolsó pillanatban beugrott britteknek egy pillanatig sem volt esélye a Phoenix arénában. A magyar csapat már a félidőben 24-6-ra vezetett. A dominancia a folytatásban sem hagyott alább, ez végül 49-11-es győzelmet ért. A csoport másik mérkőzésén Svédország legyőzte Japánt. A mieink adásunkkal egy időben a skandináv válogatottal játszanak. Azon a mérkőzésen más nem lehetett csinálni. Vérekeztünk, gyors gólokat lőttünk, lerohontunk őket. Ott, amikor megálltunk, igazából a támadó játékot se lehetett nagyon gyakorolni, ezért a védekezés az teljesen másképpen működik a svédeknél, meg a japánnal. Elkezdődött a Shotokan Karate Európa bajnokság Debrecenben. Péntektől vasárnapig mintegy 1000 karatéka versenyez a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. 7 tatamin zajlik párhuzamosan a küzdelem. Az egészen fiatal utánpótlás karatékáktól a fekete öves veteránokig mindenki megméretheti magát. Az Európa-bajnokság hivatalos megnyitóját szombaton rendezik, de a verseny már ma reggel elkezdődött. A kontinens viadal részeként bemutató jelleggel egy Európa-kupát is rendeznek parasportolók számára. A tornán 20 nemzet sportolói vesznek részt. A házigazda Deac karate szakosztályát 30-an képviselik. Ez volt a DTV híradó, további hírekért keressék fel a dehír.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra vasárnap!